A családokat hívta piknikezni a megyeri béketér pünköst hétfőjén. Gyerekekből a hétköznapokon sincs hiány a kerület nemrégiben újjászületett parkjában. Ezen a délutánon azonban, csak úgy, mint közel egy éve, színes programok is várták őket. A kicsik karéjában most is ott szorgoskodott Peppino bohóc a Luffy csodáival. A csilibútársulat ezúttal is mesevilágot varázsolt a térre. Az arcfestő sátor előtt itt is türelmes sor várta az átváltozást, és nem kellett aggódnia annak sem, aki megéhezett, megszomjazott, mert enni és inni is volt mit. A családi délután pedig szép lassan hagyománnyá válik. Tavaly csináltuk az első ilyen kis közösségi pikniket, itt a felújított béketéren Megyeren, és olyan sikeres volt, hogy újra megszerveztük, és nagyon örülök neki, hogy Megyer apraja nagyja, kicsik családosok és nyugdíjasok is örömmel jöttek el a mai napon, egy kis műsorra, limonádéra, erre-arra, és örülök, hogy mindenki jól érzi magát. A képviselőnek pedig, akinek nagy munkája van abban, hogy a terület így megszépülhetett, esze ágában sincs megállni. Közeljövőben elkezdjük építeni azt a gimnasztikai parkot, amit a kormány lehúzott ugye a költségvetésből, mert ez kormányzati beruházás lett volna, amikor a parkot felújítottuk, és most önerőből az önkormányzat meg fogja csinálni. Ennek az apró emberkének ugyan még kell egy kis idő, míg a szabadtéri edzőpályát is használni kezdi, de a Disney slágerekkel a háttérben láthatóan így is jól el van. Nagyon szeretjük, nagyon békés, nagyon családias. Szeretjük, örülünk, hogy ide költöztünk. Rózán is látszik, hogy nem ma kezdte. Rutinosan bánik a hatalmas csúszdával. Minden héten van, hogy minden nap megfordulunk, attól függ, hogy a nagylány is éppen egészségesen van-e otthon. Elég biztonságos is, szemben a többivel, ami azért a kavicsosban, megvallom őszintén, sokszor elesik a kicsike, de itt egyre elég biztonságosan el vannak. De az új térre még azok is rácsodálkoznak, akik évtizedek óta élnek már itt a környéken. Én itt lakom 60 éve, Megyeren, és láttam előtte is, hogy eddig érő sárba mászkáltunk itt keresztül a téren, most pedig nem ismerek rá, oly szép, tiszta, rendes, ápolt. Ezzel pedig nem lehet vitatkozni, ahogy azzal sem, hogy ezen a délutánon, amelyet Farkasi Zsák hegedűművész előadása tett még színesebbé, egészen a hatalmas eső megérkeztéig biztosan mindenki jól érezhette magát.